Nehéz éveken van túl a használt autópiac. Az elszabadult infláció és a magas kamatok miatt sokkal kevesebben gondolkodtak autóvásárlásban. Az elmúlt hónapokban azonban kedvezőbbé vált a környezet a használt autókereskedelem számára. Gyakorlatilag a tavalyi év vége felé, november-decemberben is egy erősödés tapasztalható volt a piacon. Ez részben a vásárlók kedvének is köszönhető, illetve annak is, hogy lejjebb mentek az árak. Ez megindult az új autók piacán, az utolsó negyed évben jelentős árcsökkenéseket hajtottak végre az új automárkák, és ebből kifolyólag a használt autók ára is 10-15%-kal lejjebb esett, és ez meghozta a vásárlók kedvét. Január-februárban tovább folytatódott az erősödés, mindenképpen sokkal többet adtunk el, illetve a kollégák visszajelzése is alapján, mint az előző év azonos időszakában. Az árak most már nem emelkednek, hanem stagnálnak, illetve nagyobb értékek esetében egy picit csökkennek. 2022-ben volt olyan autó, amelynek több mint 40%-kal nőtt a vételára. 2023-ban a prémium szegmensben azonban már 15-20%-os áresés volt tapasztalható. Ez nyomás alá helyezte a többi autógyártót is. A használt piacon most az alsó középkategóriások tarolnak. A legkeresettebb az a 2,5-3,5 millió közötti kategória, amiből talán picit hiány is van normális kocsikból a piacon. Egyébként keresik a 1,5 milliós kategóriát is, valamint a nagyobb prémium szegmensben pedig a 8 és 10 millió között vannak azok a márkák már, amik elérhetők az átlagvásárló számára is. Szakértők szerint a kereslet erősödése miatt 2024-ben az új és a használt autók piacán is lassú növekedés várható. Tavaly 821 000 autó cserélt gazdát hazánkban, idén pedig akár rekord is dőlhet.